Ez a történet majd 40 éve nem hagyja nyugodni a Vatikánt. 1983. június 22-én Emanuele Orlandi, a 15 éves vatikáni lakos elment zeneiskolába és nyom nélkül eltűnt. Az esettel kapcsolatba hozható a kelet-német titkosrendőrség, a Stázi és a KGB is, akik a pápát akarták volna zsarolni. Esetleg a maffia, akik a Vatikán bankján keresztül akarták tisztára mosni a pénzüket, de valósult el az üzlet. Netán a Vatikán állhat az eset mögött, és igazak az orgiákról, pedofiliáról és emberrablásról szóló híresztelések. Ha felkeltette a történet az érdeklődést, a csatornámon többet megtudhatsz róla.